Majd fotózza meg azért a talcsátok. Korszakalkotó rendkívüli közülésen vagyunk túl, hiszen a Magyar Úszószövetség teljes tisztújításon esett át. Óriási megtiszteltetés lenni egy olyan nagymúltú szövetségben, mint a Magyar Úszószövetség. Ez egy hatalmas, megtisztelő feladat lesz. Már az is megtisztelő volt, hogy egyáltalán az elnök jelölt listára felkerülettem. Nem vagyok és nem voltam önjelölt, hanem korábban az elnök visszahívása kapcsán számos tagjelölt megkeresett az a kéréssel, hogy vállaljam el az elnök jelölést. Ezek olyan megkeresések voltak, amiket nem tudtam ellenmondani. Ha ez nem történt volna meg, most nem lennék itt. Most, hogy megválasztottak elnöknek, sürgősen megkezdjük azt a munkát, amit korábban az elnökjelölt programban már meghirdettük. És minden egyes perc számít, hiszen amit a múlttal töltünk el, az a jövőből vesz el. És legyen tabula rasa. Próbáljunk nem a múltról beszélni, a múlt gerjesztő, széthúzó helyzetéről, koncentráljuk jövőre. Olimpiai bajnokként az uszodába érkeztem. Sokakat ismerek. Ismerem az úszósport legtöbb problémáját. Úgy érzem, hogy személyes rendszeremmel, kapcsolatrendszeremmel egy plusz tudok vinni ebben a struktúrában. És ebben a struktúrában az élem, az úszok, az edzők és az úszósport van. Fontos számomra, hogy a Magyar Úszószövetségen belül újra egy minőségi munka vegye kezdetét. Olyan munkatársakra akarok és szeretnék támaszkodni, akik a úszást szeretik, tudják, úszósportot szolgálják, és kellő alázattal tudják szolgálni a sport érdekeit. Kitűzött célom az a jövőben, hogy Rióról, Budapestről és Indianapolis hőseiről szóljon ezentúl a sajtó, a hírek, és ne a sportágunkat érintő ellentétekről. És persze nem csak erről, mármint Rio, Budapest és Indianapolis, hanem azokról is, akik még utánuk következnek. Ehhez sok munka, összefogás, leginkább alázat kell, hogy képviseljük szeretett sportágunkat. És egyúttal, hogy mondjam is, jelentsen be most itt önök előtt, hogy Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok úszónkat, a nemzet kiválóságát szeretném felkérni elnöki tanácsadónak. Ő ezt a munkát elvállalja. Úgy gondolom, hogy ez kellő támogatottság ahhoz, hogy minél szélesebb körülön tudja képviselni azt, amit mi elhatározunk.